Az elmúlt időszakban több módosítás is történt a munkatörvénykönyvében, amely vagy a munkaadókat, vagy a munkavállalókat érinti. Ezekről a változásokról tájékoztatták az érintetteket a megyei kereskedelmi és iparkamarában. Számtalan megkeresés érkezett a megyei kereskedelmi és iparkamarához a munkatörvénykönyvének gyakorlati alkalmazása kapcsán. Éppen ezért szerveztük ezt a mai előadást is. De mindenképpen fontos számunkra, hogy a vállalkozók számára első kézből biztosítsunk információkat, így a közeljövőben a munkavédelem területén is szerezhetnek közeli információkat. A munkavállalói oldal több olyan változást szeretne, amely megfelelő védelmet nyújtana számukra. Ilyen többek között az elbocsátás és felmondás bizonyos eseteinek megváltoztatása. Azt javasolják, hogy a jogtalan felmondás esetén az elmaradt jövedelem címén igényelhető kártérítés összege a jelenlegi 12 havi távolléti díj helyett akár 36 havira is növekedhessen. A változásokat mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal kezdeményezte már a kormánnyal folytatott érdekegyeztető tárgyalásokon. Itt sok mindent szeretnének a munkatörvénykönyvben változtatni, csak néhányat említenék meg. Például szakszervezeti jogosítványokat szeretnék újra gondolni, pontosítani, módosítani. Aztán van olyan jogintézmény, amit nemrég módosítottak a munkatörvénykönyvében, így az, ami a több gyerekes családok védelmét szolgálja, és azt kiterjeszteni a két gyerekes családok védelmére is. Aztán pontosítani fogalmakat, mint például az új MT által bevezetett elszámolási időszak fogalmának a meghatározása. A szakember azt is elmondta, hogy a javaslattervezetet még ebben a fél évben tárgyalhatják, és a nyáron döntés is születhet a munkatörvénykönyvének újabb módosításáról.